visto per party på Hangout Cup Trot Bar Streamers. No. Egy pöppet változtattam a beállításokon. Nem baj, az én csak adtam egy direktívát, egy alapot. Na jó, felőlem mehet. Tőlem is. Egy pillanat. Mental Hair Performance. Két dolgot még beállítok. Jaj. Hát így már mindjárt jobb. Felvezetőkör van? Nincs. Hú, ez most jó kérdés nekem. Menj el kiderül. Az is igaz. Hát ezzel meg mi van? Ja, hát mondjuk itt mit akarnék állítgatni, bakker, hiszem. Ja, box. Minden, ja. Nem is értem, én hülye. Öt körni. Ja. Rájöttem közben már. Hát akkor start rész. Én kérek elnézést. Szép volt, bazd meg, perez, keresztbe forgatott, vége. Ideális íven mentem, és úgy keresztbe forgatott. Ajka, vigyázzatok, geci, bazd meg, nagyon butek. Ehhez a pályához nagyon butek. Ehhez a pályához majd, hogy nem mindenki buta. Nem, bazd meg, de szó szerint az ideális íven a vonalon mentem, bazd meg, és úgy forgat keresztbe. És persze, hát őnek is semmi baja nem lesz, csak én DNF-nek, hát bazd meg, mert az acébó vannak, geci. Szegben a
Te meg a buzi csapattársadon, azon. Hibám. Pedig lerajtoltam a gecibe, aztán bosszút álltak. Nincs lerajtoltam. Jó. Második körben vagy, az már kocsikát. Úgyhogy éppen csak kimegyek rázóra. Két szöket összeszedtél? Aha. Az első kanyarban majdnem neked csúszott, ott vesztettel egyet. DRS is now available. A második kanyar, ez nagyon hülye híven van. Eléggé. Fél egyenes után a siker második kanyarja? Szerintem pont optimális. Megnyoltam a valami részeket. Tényleg? Második szektoron sokat mondtam jót. Akkor mivel eddig nem használtunk, akkor most használjunk ERS-t. Ja. Ja. Bocs. Kérek elnézést. Na jó, nem mondom azt, hogy nem használtam, de használtam, csak nem intenzíven. Ja. Hát jól elvonatkozik a mezőny. Senki nem támadja ott a másikat, bazd meg. Na, mondd ezt, hogy Hamilton tanulhat az ilyenes távolságban. Mondom, a mező. Nem adom, nem a Budapest köztetlen. Igen. Good job, that was the fastest lap of the race so far. Okay, clear. Megölted Józsit. Te szemét! Ez nem az én hibám volt. Mondom, megölted. Jó, nem te nem kus az én hibám volt. Gratulálok, szép volt. Végre egy érdekű mozdulat a szezon.
Az se rossz. Az a pingpong az nekem. Mit vanyád a Latifi, te miattad kerültem olyan helyzetbe, te faszokon. Azért a driver of the day. Kus. Christopher, te hol lettél? Hát... Még második voltál. Az úgy történt, hogy Raikönnen az... Úgy gondolta, hogy hát nem leszek. Még visszavonulás előtt még akart valamit csapatni tudod. Hát igen. De Hamilton nincs ott. Szépen leomottatott Jóskán. Tehát az én hibám volt. Kanyarodtam, az meg ráfordult a hátsó ketekembe. Jó. Még mielőtt indítanám a következőt, hogyha van ilyen opciónk, akkor lehet, hogy állítok egyet a lobby, mit szóltok? Jó van. Oké, okay, jó. Kikapcsolom a Park Fermit jelen pillanatban. Ugyanis így van, kikapcsolom a Park Fermit, egy fél pillanatot kérek szépen. Ugyanis... Na, mivel nem megyünk... Jaj. Practice-eket így innentől fogva... Én nem fogom állítani, az biztos. Nekem ez így tökéletes, de ti nektek még nem. Majd most az újabb időmérőn kiderül. Ja. Na, fel, én felőlem... Akkor ez is tudom is. Ready? Let's do that. Fuck this shit, I'm out. Hát kb. Ilyen volt. Igen, az első körökön olyan szép volt. Gyerekek, ne menjetek tömegbe. Ez a pályán. Mindenki most kezdődött? Szeretek neki, hogy most kezdődött. Ó, képbe vagyok amúgy. Jó reggelt. Hát jó napot kívánok, hát itt meg mi folyik? Hát agya beteg.
gyere, behúzatlak. Menjél csak. Állítottam a macetet. Direkt. This was the team for Chris. Pedig olyan lelásat sem tudtunk. Szerintem mert én még nem mentem mért időt. Nem baj, egy kis örömöm hadd legyen már. Most kezdem meg az igazi miért köröm. There's only one lap of fuel remaining. You've just put in the fastest lap. Good job. I nagyon elbasztam. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Kurva jó volt, különben a köröm. Csak kitettem úgy az óra második szektorba, hogy elvettem. Ja, én is, amikor az első miért körizőben próbáltam menni, akkor kibasztam, miattam. Amikor mondtam, hogy első miért szektort mondtam, akkor nekem is elvettem. Lehetőség adott, a szintidő ott van. Micsoda? Lehetőség adott, a szintidő ott van. Megdöntöttem. Hoppa! Hát jó napot kíván! Hát itt még mit történik? Ó. Jó, nem sokkal döntöttem meg. Megvan vagy meg? Végülis. Egyébként. Csak az első szektor lett ide. Right, come in at the end of this lap. Na jó van. Mindjárt megkezdjük a mértet. Megállítok még szerintem egy keveset.
So far, our fastest lap is a 1 minute 31.5. Bocs, Kriszt, rosszul mondtam az aero beállításaimat. Na. 8-8. Nekem is annyi. Nem baj. Ja nem, 7-9, jó mondtam. Nekem 8. Várj, akkor én... We're 303.0 km/h. Christopher, neked véged. Miért? De. Vége az idődnek. Kapaszkodj, még nem töltöttem be a setupomat és balanszeddel mentem. És mennyi, mi a setupod akkor? Hát, most akkor 7-9 az első szár, első hátsó szárin kombináció, a többit meg majd most meglátod. Amúgy meg a setupom, hogyha time trialba mész, akkor ott van. Ja. Tehát nem titok. All set. Everyone clear. Car to track. Ez most így jó volt, így mi? Mi van? Mi? Ó, hogy elfelejtettem setupot berakni. És így mentem ezt az időt, nem rossz? Azért mondom, ez kicsit durva lenne, hogy én megdöntöm az időt. Williams-en? Aha. Tudod szar időt, hogy legyen már szar csapat. Jó, mondjuk Williams most. We have two laps of fuel remaining. Van akkor ház válaszol. Az Isten baszt meg! Jó, hát azért a Williams ideje, ez az Williams-nek a teljesítményedről az is hozzájön játszik, vagy Russell. Hát ja. Latifi nem igen sokat, nem tudtuk el annyi sokat. De nem volt egy amatőr puncher fasz Latifi azért. Hát ja. Majd is tudok kíváncsi lesz. Vagy hogy alapban már a... Ha már a három jelen, tehát a mostani évnek a pénzes apuci kötőket nézem, akkor Stroll, Mazepin, a Latifi szemszögéből Latifi pont az, aki effektíve az autóban teljesítményt is kihúzott. Hát ja. És ez mellett nem egy olyan, amilyen. Szerus. Csendben meghúzódott egész évben. Van benne valami. Christopher, már 6 tizedet adtam az időre. Jézus fasza. És már, és még csak az első szektor. Jézus fasza. Lehet, mit a jövőd, várjál. Nyugi, most visszaestem 2. szektorba. Várjál, megnyugodtam. Ja? Nem. Hogy nem javítottam? Én is szeretném megtudni. Ez jó. Elvették körül? Nem. Még a végén kérdül, nem is mondom a farkot.
csőn. Hát valamit nagyon lehet, hogy megtaláltál. Kén. A kormányt ezt megtaláltam mondjuk azon kívül, nem csak minden. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Okay, we can take you this lap. Ja. Mennyivel döntötted meg? Hát ilyen 80 ezeret, de... Ja. Meglepis nem tudom, hogy ez mihez képes mérte. Aha. Rajtam nem vesz veszél árnyékot. De csak amúgy is csak... Meg amúgy is lókjó volt. Ja. Egyébként még csak majd most fogom megkezdeni a gyors körömet. Hát én is ezt hazudnám. Amúgy tényleg. Gyors körömmel nem 200-at tudok végig. Én azt nem látom te mennyivel mész. Most már tudod mit. Ja, 52 ezeret. Annyiba mentem jobbat. Ezt mondjuk nem sok. Nem. Lehet azon még faragni. Ja, hogy kopott gumin! Ja, hogy kopott gumin! Aha! Még én se cserítem gumit. Our best lap so far is a 130.9. When you're ready, let's go! Értem. Jó. Már nem is fogok. Há? Hát erre már nem fogok tudni kimenni. Kimegyek, de semmi értelme. Kurva életbe, bazd meg az utolsó lehetőségemet is ez. 30 seconds left in the session. Már végig sem megyek, kibasztom a gecibe. Time. Mit csináltam?
Elbasztam már azt a hánykepa, ahol basztam már, úgyse lett volna időm. Ja. Azt én is elbasztam, főleg még nem cseréltem gumit. Még én sem. Pedig lehetne vártott volna. Jó, mondjuk te elviekben nagyobb leszorítóval mész elől, mint én. Én 8-8-al. Azt mondom, te elől nagyobb leszorító erővel mész, én viszont hátta, hátul megyek nagyobba. Hát igen. Jó, de mondjuk a kanyarokon sokat is hozok. Nem baj, időmérőről időmérő. Viszont nekem a kigyorsításaim a jobbak. Ezt én megjobban ki tudok gyorsítani a hátsó stabilitás miatt. Amennyit te befelé javítasz rajta, én körülbelül annyit bőven hozok vissza a kigyorsításnak. Ja, de szerencsére nem olyan sokat. Ja. Oh, nem baj, akkor is enyém a pol. Kérdés meddig? Na jó, van felőlem mehet. Mindjárt pillanat. Felőlem is? Most már felőlem is. Hopp, még nem. Akkor most már sorry. Most már mindegy. Egy percet van. Tudom. Én még egy kicsit reszel, hogy rajtnál. Hát az muszáj. Mi a? Veled mi? Hallod? Ilyen nem volt még soha. A kuplunk. Nem. Hát, hogyha nem nyomta volna be, úgy érzékelte. Az komoly geci. Rassz keresztbe tol ki a pályáról. Mindig a csapattársam, látod? Az komoly volt. Hallod, olyan volt, tehát... Check your MFD for a new strategy option. Got that confirmed? Olyan volt, mint hogyha... nem nyomtam volna be a kuplungot, pedig de... Engem szólod a falnak, baszott aztán, és kap a 2 másodpercet. Engem rasszal mondom, módalosan, tehát így... A kanyarban, a nagy évről kanyarodok ideálisan, bazd meg, ő meg úgy dönt, hogy ki... Jó dalsan torpedóz meg, bazd meg, és keresz meg. Suspension damage. Egy kurva jót rajtoltam, a 18-ről 9-re jöttem fel. Én is jót rajtoltam. Akkor a kecsőjükbe jön még egy szélárnyék. Hé, az nem tilos. Nem tilos. Én is vagyok. Á, jó van, nem csak én jövök bebúzni. Nem csak te kimentek, mire én bejövök. Két szeket ír, erre 8-at ad. Itt a lehetőség, várjál már. Understood, stopping this lap.
mondod, itt a lehetőség? DRS is now enabled. Akkor nem megyek boxba. Akkor én is vannak. Törött első szárnya, nem rossz. Igen. Teljesen stabil. Vicces, hogy stabilan tudok autózni. Jó, vagyis. Egyesek tudnak stabilan autózni. Két oldalról előznek. Jól leszek én csapat folynak meg, geci bazd meg, míg a kurva bot is hoz rajtam, bazd meg. Aztán tudja, hogy akkor a padló lemez sérült, de mindegy. Nekem a bazd modot jelzi. Sérült. Az szép. Come on, you can win that place back. Ah, Tom visszajöttél a pályára. Hát, megpróbáltam. Mert megforgattam. Hát meg ott nem fékezek bele, geci. Hát, sorry, nem tudok kanyarodni se. Én se. Ja, látom. Most, hogy mondod? Csúszok vissza. Hogyan? 8. Ja, én 17. Küzdök a 18-tól. Na, ez lesz, még jobban tudok a szárnyat. Most már nincs is. Szerintem ezt a versenyt inkább engedjük, jó? Ez meg se tűnt. Bőleg nekem a rajta. Nem, ez a második verseny, ez nem történt meg.
Na jó, kiveszek egy szörnyet. Monster. Ja? Végülis. Nem, én nem szponzorált tartalom, úgyhogy most egyet akarjam a logót. Meg a feliratot. Ezért kijöttem egy teljesen semleges korsóba. Egy energiát ad korsóba? Hogy ne? Ne idegenjél. De. Mert kerámia korsóba, nem ja. Is akármilyen ja. Bebaszol. Hát ez együtt már meg a módját. Let's go. Mesekő, Teori, szíve légtelenség. Ez az. Csupa jó. Minden mi jó. Az az. Ezekből az összetevőből a gyári munkás. Na jó, nem szólok, hogy be én is gyárba dolgozok, szóval ide tudunk erről ennyit. Szerintem minden gyár. De legalább őszintén mondjuk munkahoz. Úgyhogy no discrimination. Az ilyen last minute betöltés volt. Én de gyere addigztem. Mi? Mondom, hogy addigztem. Ja? Szóljatok már én. Tiszi, én te vagyok magamnak. Azt látom. Hát az utolsó sok minden változás nem fog történni. Hát akkor, szuper. Még korrigálnom kell a beállításokat. Ez az 52 ezred, az nem jó. Kérlek, mesélj meg. És tedd úgy, hogy ez bőven kopott. Az a komplet pálya nem állt össze. Nekem is kapottak voltak a gumik. És a cserétünk. És a beállításoddal mentél? Mert én nem. Hát én a sajátomban. Azért mondom. Okay, the circuit is clear at the moment. We're good to go. Ja, csak hát azt tudod, mennyit ért kopott gumim egyelőre. Ez nem kifogás. De, kifogás. Bőségre. All set. Everyone clear. Car to track. Mikey, ez nincs helyi való. Michael. Mike. It's called motorist, don't look. Na, bazd meg. Boy.
sikerült a felvezetőn összetörnöm a sátszárnyomat, Geci. Mi? Még ezt nem értem. Ha benn vagyok a pályán, miért veszi el? Néhány kanyarban olyan személyt mert vannak. Menni. Mert vannak rázókövek, amelyeknél nem a négy kerekes elhagyási szabály van, hogyha már két keréknél kimész rázókőre, már az is. Van ilyen sajnos. Ugye nem minden pályán, nem minden pontján használható a rázókő. Megvigasztanak az én első köröm sem a célos. Az kurva anya! Hamilton Sainz, és még én kapok bazd meg! Te! Csak Verstappen! Hamilton Sainz, Verstappen, mert még valaki, bazd meg, lassultak, elfoglalják a komplet pályát! És lefékezettem Verstappen, és még én kapok 5 szeket! 5 szeket, 5 rajt helyett. Már 5 szek lenne, mi? Faszom az egészbe. Komolyan. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Le is mentem itt, geci. Akkor neked a székered az hogy? Mi? Székerővel osztásod az mennyi? 52%. És pont nem bazd meg, már pont nem baszol. Ott van. Morbiteus. Az előbb elbasztam. Mennyire? Vagyom. Kb. Mennyit hagytál benne? Legalább egy szeket. Az komoly. Our best lap so far is a 1 minute 31.0. Checks complete. We're ready. Ott ugyanazt játszák most is, bazd meg. Ezek egymást nem engedik el, bazd meg a pályán, nem minket.
Milyen speeding the pit lane? 80. Hát már réges rég beálltam 79-re. Nem is enged tovább onnantól. Laps of fuel left. Űridő. Hm? Most jön majd az űridő. Remélhetőleg. Azt mondod. Hm? A jó kurva nyelv. Na Isten. Mi? Benyitatta az első szektorba? Nem tudom, azt nem néztem. 25 ezeret. Amúgy még Tyson-ra visszatérve, eleve már rosszul kezd a játékot. Hamilton vagy Bottas?
Mi az, hogy Mercedes? Hát ez az. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Nem gyorskodom. Én meglevezetem. Én is. Less than a lap of fuel now, the tank is empty. Megpróbálod? Muszáj. Nem hagyhatom annyiban. Az a baj, nekem ott a második sikán. Az, ami annyira nem fekszik. Sejtem, melyik a gyorsabbik? Amire jobbról fordulsz balra. Ja, az, hát a gyors sikem. Our best lap so far is a 1:30.4. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Let's go. Kimegyek én is, mert még nekem is volt ebbe a körbe bőven. Ujjjj, jön mindenki. Az baj. Az baj. Ez az, ami nem fekszik nekem. Nekem tudod, mi nem fekszik, bazdmeg? A mezőny. Ja. Nézzük csak azt a szélárnyékot, Norbi. Ugye tudod, hogy ki van kapcsolva nekem az ERS? Igen. Ó, faszom, el is basztam. Na, ez itt gatya. Just 30 seconds left in the session.
abban még talán még egy kör belefér. Hát... Nem tudom rá nyitni. Nem. Nem. Nekem? Nem. Tényleg nem. Hiszek. Hát... Nem. 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 Nem, de ez még bele. Ó, hogy rohadják meg. Nulla, nulla. Áh. 1.30, 0.26. Az komoly. Azért ez így jó volt, én már léztem a szektorokat, meg a... Meg a... Na, segítsetek kérlek a... Köridő? A... Tehát a időket. Ja. És így... Hogy néztem, néztem és így, áh, nem fog még egy körbe, de ez még belefér. Húúúú, keci, mit látok? Ja, és mondjak valamit, itt a kigyorsításnál elváltottam. Fokozd még, fokozd még. Mondd, hogy még szar a motorod is. Tudtam egy képet de egy kicsit elváltottam az a... Weber Gabinak a... posztja alatt van. Komment. Lényegében rangsorolás. Melyik csapatok kiket tartottak erre a komment és a válasz komment, geci. A diffid az mennyi van? Aki Verstappen a jobbra. Júj, ez egy enyhe célzás, hogy... hogy... Ez a válasz komment mindent. De azért... Azért tényleg, tehát Weber Gabinak valahol igaza van, mert az, hogy valaki Verstappennek szurkolt a bajnoki cím véget, tehát hogy neki szorított, az nem azt jelenti, hogy Verstappen szurkoló. Mint ahogy én is, ugye én Norrisnak szurkolok, csak annyi, hogy a bajnoki címben én Verstappennek szorítottam. Ennyi. Hát? Ezt ettől én még nem vagyok Verstappen rajongó. Mennyi a diffitek? Belőle? Titok. Majd következik. Visszafér, ne árulok el minden titkot. Én nem mondok semmit, mert én úgyis mindig utolsó vagyok. Krisztofer, egy kérdés. ERS-t használsz? Nem. Még nem használtam. Akkor jó, mert én sem. Akkor jó. Csak próbálom tartani a tempót. Figyeld az éveket, hogy miken megyek. Tartsd mindig a belsőjében, tartsd mindig bent. És utána menj ki. Aha. És pedig szépen a belső is úgy néz ki kívülre. Mit szólnál Norbi, ha holnap inkább bővesenyezni kértem? Csak egy tipp. Beülteted magad helyet? Aha. Csak ésszel. Most olyan szoszó beállítást találtam. Csak hát kurván nem tudtam egy időmérőt menni, mert ezek a buzik bazmik beálltak.
be a gyors sikánnál mindig lecsúsz. Két szeket. Én meg három szeket, bazd meg arra, hogy Verstappen nekem száguldott. Nekem az rázunk, az nagyon nem. Na jó, gyerünk, én ezt hagyom a picsába. Nekem ez nem. Úgyhogy holnap a csütemé összejöttem, de ez mit. Hova? Ligába. Ha akarsz, hanem akkor vissza hova. Hát a versenyt a mázik. Mennyi? Én nem megyek. Nem, erre nem. Monakon inkább leviszek egy 50%-os, mint hogy ezzel szemben a szapultok. Nem. Nem. Nagyon. Két normális körpöntök összerakni, úgyhogy nem. Na, megint egy kétszer, bár most nem tudom mire. Ja. Hát ez mind a fegyibára. Igen, mert? Nem tudom én. Miért ne? Ja, jó. Akkor most figyelj. Akkor ha az én hibám, akkor elmegyek, hogy ne legyek útba, jó? Oké. Okay. Mi csak turbulens levegőt se kapják. Oké, okay, jó. Köszi. You are in first position, front of the pack. Our gap behind is 2.1 seconds. They're on old softs. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Two laps left. Next time by will be your final lap. This is your final lap of the race. Hat másodperc. Jó, azt hiszem ez a végére. Jó, hát. Szerintem a top 10-ből benne szózom. Már nem.
a 11-12. Hely környékre áll. Szenket 13. percünk áll. Még sem. De azért ez, hogy Weber Gabi írta, baznak. Ugye? Jó, tippeltem 11-12. Jó. Na jó van, uram, akkor én viszont elég befelek. Szerintem én is lelépek. Jó. Ha jó van, uraim, hát akkor köszöntöm ezt a csodás gyakorlást. Jé. Yeah. Yep. A programozójának üzenem, hogy basszatek be. Annyit a retkes rákos szar programjának, bazd meg. Amúgy kitalálja ezt. Amúgy szerintem nem olyan szar ez a pálya. Tehát így. Maga a pályával gond nem lenne úgy. A probléma, nem lehet játszani, mert egyszerűen, hadd nem mondjam. Hülyék az aik? Igen, nagyon. Hát szokásos probléma. De a többi pályához képest is hülyék. Dodge and party. Ja. Jó, de mondjuk belegondolsz, a valóságban is problémás volt ez a pálya elég. Na most figyelj, de könyörgöm, próbáld meg azt, hogy az utolsó helyről rajtolj el, és verreked át a magad a mezőnyön. Az első kanyarig tök faszán javítasz durva 10 helyet. Semmi gond nincs. A probléma a következő 3-4 kanyarral lesz. Amikor majd nem érdekli őket, hogy hol vagy, mert neked fognak szállni valamilyen szinten. Hát igen. Azt átérzem ezt a problémát sajnos. Hát... Na jó van olyan. Ezt én is érzek ebben. Ezt én is érzek ebben, amikor beragadtam a rajtnál, mert hülye voltam. Vagyis balfasz, inkább így fogalmazok. Egyszerűen nem lehet ezt. Az ember csak így azt mondja, hogy kóba nyomjuk, hogy csak mi, az oké. Okay. Nagyobb a diffi, oké, okay, minden. De hogy ezeknél a botoknál, figyelj, ki tudom venni az aikat. Tudom, de... Ha még úgy maradna. Nem, hát figyelj, 4 perc múlva éjfél, meg viszont én... Aludtam 2 órát éjszakázás után. Jó, oké, csak felvetettem. Jó, persze. Figyelj, majd még esetleg hónap úgyis előtte. Ahogy lesz, most már... Jó van, hát én is kész vagyok. Figyelj. Holnap, hogyha minden jól megy, akkor lehet, hogy 14 óra 50-kor nekem mindenképpen le kell lépni. És előtte. Ugyanis a srácokkal... Hoppa! Jaj, bocsánat, nem vettem észre, hogy kommenteltek. Balhéz, tök ügyes vagy, tervezek venni. Ne figyeld, a kérdés, de beedgetni a dolgokat, és... És eltétlenül az alapokat online versenyekre is mentek, miket lehet ilyen eleventeken nyerni, hallottam azt, hogy túlnál elég komoly dolgok. Na hát, ja, bocs, hát nem figyeltem a komment szekciót. Na hát, holnap, hogyha minden jó megy, akkor ki lesz sorsolva a csapatok, csapatfőnökök. Jó van. YouTube-on megy élőbe, tudod azért is, hogy jó, persze. Srácok ott lesznek, mint bizottságiak, ugye, hogy, hogy nem addig sorsolok, amíg számomra a kedvező csapat, hogy ami nekem a szívemnek kedvesek, hogy azokat sorsolom magamnak, ugye ez a legfőbb szemszöge, ami miatt így. Bocs, egy kérdés. Amúgy az összes csapat megvan már? Miért ne lenne? Mármint hogy érted a kérdést? Mármint ember számban. Persze.
Igen. Mert ugye az Alfa Romeo volt az utolsó kérdéses csapat. Kikerül Bottas mellé. Csak hát az is kiderült, hogy hogy is fogalmazok neked, 30 millió soka van annak, hogy zsú. Norbi. Az F2-ben. Norbi. Játék. Hm? Játék. Liga. Jaaa. Gondoltam meg már a valóságra gondolt. Hát a csapatfőnökök elviekben megvannak. Egy, talán egy főnek nincs meg még, de még kell. Hát versenyzői oldalról még jönnek emberek elviekben, majd kell. Versenyző oldalra jelentkezek, ha úgy van. Hát nézd, Christopher, küldök neked egy Discord linket. Az a legegyszerűbb. És akkor belépsz, mit szólsz hozzá. Jó van, fogsa. Nem vagytok ismerősnek egymásnak részen. De ezért mondtam, hogy Christophernek küldök linket, nem neked? De zsvírem. Tudom. Ja, mit? De zsvírem. Oda megy. Jó? Ja. Na jó van, uram, akkor majd dumálunk. Aztán akkor majd... Az a hónap már csak... Piperem munkák vannak itthon. Én már rendrakás ebből az ős káoszból. Meg pihenjél, azt tudom mondani. Ja. Tehát hallod, bazd meg, ez a setup ide nekem, ez centízve van. Tehát centízve, millízve, bazd meg. Ugye. Nem tudom miért, Christopher nem volt nekem ismerős Facebookon, hát ezt most fotóljuk. Úgyhogy azért elküldöm neki egy süzenetet. Süzenet? Meg egy jelölést is, hogy ilyen. Jelölés az olyan. Ez jó. Oké. Viszont sajnos tudom, hiába ugyanaz az internet a található meg nektek otthon, sajnos neked azt is. Azt majd, de azt majd megmutatom majd neki. Megcsináljuk. De csak, nem tudod, most... Tudom, persze. Mondhatom azt, hogy tesók vagytok, egyháztartás, mi egyéb, ugyanazon a neten vagytok, tehát... Ja. Azért ez mekkora lenne, hogy Chris tömmel egy csapatba beosztanák a csapat, hát ő lenne az egyik ember egy csapat. Könnyebb lenne, mert csak így elpigyeltek, hogy húzod le! Tényleg így befogod a mikrofont. Takarodjál be, bogba, kurva anyám! Ha meg nem megyek be ide, én ezt tartom, baszd. Mit mondtam, hogy ez kölke? Jobbról előz! Akkor az be fogsz már, kurva anyát! Ez az. Hú, gettó. Nem, tudom, én rögnék még jobban. Hogyha lenne még egy csapatfőnök, aki jelentkezik még a sorsolás előtt, te onnan kiesni, és megkapnám öcsit meg téged a csapatba. Engem nem kapsz meg csapatba. Nem versenyző? Én csapatfőnök leszek. De azt hogyha... mondom, hogy ha még valaki jönne, tudod? Ja, hát most figyelj, eleve is úgy vagyunk, hogy a Sanci állt be még pluszba csapatfőnöknek. Aha. Hát a Liga ja, annyira, állt be még csapatfőnöknek. Ja, mert annyira nem jelentkeztek? Nem volt meg a létszám. 9-en vagyunk így is egyen. Hát mondjuk nagyon furcsálom, mert tényleg eleve, tehát így direkt a Ligán belül is most beírtam, hogy azért az úgy legyen tiszta mindenkinek, hogy... Nem csak hogy vagy pilótáknak, aztán. Várjál, hol is van? Láttam. Írtam, hogy akinek a nete nem felel meg a 30 le 10 felsebesének, illetve a válaszideje alias Pink 30 feletti, azok gondolkodjanak el a csapatfőnöki poszton. Oké, értem, sokan versenyezni szeretnének, de nehogy azt higgyétek, hogy a csapatfőnöki poszt olyan egyszerű lesz, hogy ti nem pofázhattok bele a bajnokságban, nagyon sok fog múlni a munkátokon. Tehát ugye direkt megírtam, hogy azért nehogy azt higgyék, mert tudom, mert ugye a versenykódexet, ugye ami a versenyszabályzat lesz lényegében,
és a Liga Codex V2 lesz majd. Ja igen, ezeket Christopher majd légy szíves a hirdetmények alatt olvasd el majd, jó? Hirdetmények alatt ott van a legföl, majdnem legföl, hát nem legföl lesz, de lesz majd egy olyan, amit én osztottam meg, amit úgy hívnak, hogy Liga Codex. Így van, ugyan lesz egy ilyen Liga Codex V1.vtf, hogy hogyan épül föl első körben a Liga struktúra. Alatt a hálózati méréssel nem kell foglalkozzál, mert ezt a Krisz majd segít. Yeah. Ugye, hogy mi az elvárás, mi egyéb. Ha és amennyiben szeretnél, holnap 5 órakor van a buli futam, arra még tudsz jelentkezni, most mindjárt megmondom neked, hogy mely csapatok szabadok még, ahova még be tudod magadat írni, hogyha olyan van. Igen. Hogy én majd most így ebben a pillanatban begépellek, az a legegyszerűbb még. Kérlek szépen, buli futam versenyregisztráció. Az igen, elég jó beteltünk. Itt be a helyemre. Itt be a helyemre. Biztos? Aha. Tuti? Tuti. De akkor nem, nem? Nem. Vagy várjál, tudod, úgy a legegyszerűbb. Ha... nem kell akkor átírnod semmit, hanem ideül az én boxomnál, csak annyi, hogy ő versenyez. Ne, azt azért ne játszogassuk be. Figyelj, most nem azért, mert hogy mi olyan, tudod, úgy vennénk a dolgokat, meg minden, csak... Ja. Jó, nekem mindegy, írd át akkor úgy. Nem csak mert szerintem oda arra a boxra kevesebb net megy, abba fixen biztos vagyok, mert az egy, ami routerről megy. Hallod? Valaki törölte bazd meg a csapatregisztráció melletti lapfület a táblázatba? Azért azt szeretném megkérdezni, hogy ki volt az a sutyófos kutyarák fasz, mert akkor komolyan én pofán verem. Nem, azért. Akkor hol van? Jó, mindegy. Na, kérlek szépen. Te, törölte valaki, bazd meg. Hallod, valaki törölte onnan. De jó. Látom. Törölt neki, bazd meg. Jó, akkor mondom, hogy hol van szabad hely. Red Bull, Ferrari, McLaren, Alfa Romeo, Williams. Meg az Aston Martin. Ez egyértelmű. Red Bull. Oké, akkor Red Bullhoz be foglak téged írni. Oké. Beírom a GT-det oda. Nyert, és akkor az... Csak ki kellett puskáznom, hogy mi a GT-d. Ja. Megvan. Ott vagy Red Bull. Oké. Rám kell majd csatlakozni, amikor majd 5 óra előtt én már meg fogom nyitni igazából a lobbit. Csak 5-re bőven kész kell legyen, ugye? Ja. És akkor lényegében nekem mit kell csinálnom? Hát belépsz és versenyzünk, ennyi. Ez ilyen buli futam lesz, hogy erre bele kell szokni, hogy ilyen 50%-os futam lesz. Tehát itt hosszan fogunk ülni a segünkön. Hát vittem a 100%-osat is, úgyhogy én ráérök. Nem lesz 100%-os, nem. Nem lesz az. Na jó van, uram. Viszont azért elköszönök. Na, szerintem én is lelépek. Majd holnap dumálunk, addig is csajó. Na, halló. Jó, én ezeket most beállítom így, és akkor onnantól fogva a lobby setupra fogom belőni, szándékosan. Az megáll, oké, igen. Húszni, dön, igen. Jó. Lobby option. Assist restriction. Oké. Jó. Hát. Jó, ez is jó. Köszönöm.
Hát ez nem lényeg. Reconstructor. Jó, se kell mi a pére. Jaj. Jó van, hát akkor szerintem bőven ennyi elég, és lesz így mára, mert nincs értelme ezt így folytatni most. Hát köszöntöm, aki velem volt. Bocsánat a kommentekért, hogy nem figyeltem, csak egyszerűen a versenyzés, meg a felkészülés a holnapi buli futamra jobban lekötött. Na, további szép napot, majd holnap buli futam. Sziasztok!